Tornászgálának adott otthont a Tolnai Magház. Az esemény minden évben nagy sikert arat a hozzátartozók körében. A családias légkörnek és a szakmailag jól felkészült edzőknek köszönhetően a gyerekek már kiskoruktól kezdve szívesen járnak ide sportolni. 3 éve tornázok, részt vettem a Plié kupán, a Pécs kupán és társaim. Nagyon jók voltak, valamelyikben utolsó lettem, valamelyikben első. Legtöbben a választható szerek közül a szalaggal és a buzogánnyal végzett gyakorlatokat várják a legjobban. Elsőként a piciknél kezdtem, és utána egyre feljebb jutottam. Eddig 4 versenyen voltam. A múltkori bronzminősítést értem el. Nagy Dóra egyetemi tanulmányai mellett űzi a sportot és jár el versenyekre. 2,5 évesen kezdtem a tornát, szóval ez már nagyon régen volt, már 17 éve. És én Pakson kezdtem, és amikor megalakult ez a szakosztályi torna, akkor jöttem át édesanyám az edző, és így evidens volt, hogy jövök bele. Idén az én kategóriámban a kötelező szer a buzogány, és amellé választhatok még egyet, és idén karikával versenyeztem a szövetségi versenyeken, de majd az őszi versenyszezonban a labda gyakorlatommal is fogok versenyezni. Az országos bajnokságra sikerült bejutnom a vidékbajnokságról, és ott az országoson 26. lettem, és múlt héten voltunk a Plié kupán, ott pedig összetettben 4. helyen végeztem. A legkisebbektől a legnagyobbakig mutatták be tudásukat a gyerekek a hozzátartozóiknak a tornászgálán. Volt olyan kislány, aki szabad gyakorlattal lépett fel, de volt olyan, aki szergyakorlatot választott, és karikával, buzogánnyal kápráztatta el a közönséget. Jelenleg több mint 40 gyermek jár az egyesületbe, közülük több mint 20-an már versenyeken is vesznek részt, a többiek még csak ismerkednek az alapokkal. Diákolimpián indultunk, ahol az országos döntőben a csapat gyakorlatokban nagyon-nagyon ügyesek voltak, a lányok 3. és 4. helyeket hoztak el. Bercik Sára régiós versenyen vettünk részt, ahonnan az egyik csapatunk országos döntőbe jutott, akik majd a jövő héten fognak versenyezni. Versenykategóriában Nagy Dóra országos döntőbe jutott, ami nagyon nagy szó, mert olyan gyerekekkel versenyez, akik sokkal többet edzenek, mint ő. A lányok a fejlődést tekintve remek kezekben vannak, további sikerek várhatóak tőlük.